Mai vendégemmel régóta ismerjük egymást, az első között volt, aki a magyar médiában vállalta másságát. Az élete azóta 180 fokos fordulatot vett, jelenleg egy görögországi hat fő szigeten él férjével. Sikerült elcsípnem, amikor hosszú idő után újra itthon járt. Rengeteg mély témát érintettünk, azt hiszem érdemes végighallgatni. Itt van velem Steiner Kristóf. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. A következő beszélgetést a témája apropóján kifejezetten nagykorú nézőimnek ajánlom. Hello, kristó, Üdv a klubban! Hello! Ezer éve vártam erre a beszélgetésre. <laughs> Komolyan? Aha, igen. Ezt most csak úgy mondod. Nem, tényleg. Tényleg. Csak hát te mit laksz? Hát ez igaz. De miért vártad annyira ezt a beszélgetést? Hát ez egy jó kérdés, látod. <gül> <gül> Nem akarom a hangodat elrontani, csak szeretnék reflektálni egy korábbi beszélgetésem, amit folytattál Oswald Zsoltival az ő Aha. csatornáján, és ott kettő dolog volt, ami a szívembe markolt. Mm, az egyik az, ami könnyebben el tudom engedni, hogy azt mondtad, hogy vámpírkönyveket könyveket írok. Aha, hát én megmondom őszintén, hogy. Um, um, egyelőre még nem olvastam egy könyvet sem, és Kifelé menet, kezdve és... nyomok egyet, hogy vitt haza. Jó, jó, és ezt egyáltalán nem em, semmiféle negatív érzelem, semmiféle előítélet nem hajtja, egyszerűen valahogy így alakult. És én és sem olvastam tőled, hogy... be kell, hogy valljam. Na, azt Na, hát, akkor ez így egálom. <laughs> <laughs> és, és én arra, de írtál vámpíros könyveket, nem? Saját néven nem egyébként. Tehát a ja. leg legelejére akkor volt ilyen próbálkozás, de hogy én élő emberekről írok, és semmiféle fantázi nincsen benne, meg fik fikció, de hogy nincs benne. Igen, Igen megvan, arra után utána később már ilyen ifjúsági regényeket írtál, nem? Hát az nem. <hállt> De ezt, most, de ezt a részt könnyebben tudtam engedni a történetek, hát nem tudod, nem tudod, Bocsánat, ez van, nem ne mindenki aragulj. tudja, azt tudják, hogy írok sokat, tehát tök mindegy a történet, viszont volt egy másik része a dolognak, ami jobban a szívembe markolt, az pedig a coming out storia volt, amit hát ugye annak idén a Big bang én írtam meg. Így van. És Köszönöm. ott te azt azt mesélted el, hogy én kvázi belekényszerítettelek a coming out nem. ami nem így volt. Um, ne, én nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam a Zsoltinál, megmondom őszintén, de én elmondom, hogy én hogy emlékszem erre az egészre. Én arra emlékszem, hogy mi erről, hogy nyilván mi azért ismertük egymást a Blikken meg a Viván kívül is, és e, többször beszéltünk erről, hogy, e, hogy az érednek előbb-utóbb meg kéne történnie. És, de, hogy te szeretted volna valójában, igen, persze, tehát az volt, ne. hogy te akartad ezt hát, a dolgot. Igen, tehát mi erről beszélgettünk, hogy, de ugyanakkor tartottam is tőle, nyilvánvalóan, tehát nyilván tartottam tőle, hogy elveszthetem a munkámat, tartottam nyilván attól is, hogy milyen lesz a társadalmi klíma körülöttem ezek után, és, és mondjuk az tény és való egyébként, hogy én nekem nagyon sokáig azt a sztorit kellett mondanom Amint bent a vivában is, az benne az vivában az is hogy, hogy tulajdonképpen én erről nem is igazán tudtam, és hogy tehát hogyha, hogyha én azt mondtam volna, hogy tulajdonképpen mi a PR osztály és a marketing osztály hátam mögé menve egyszerűen eu, leszerveztük ezt, hát, euh, akkor i, így történt. Így történt. igen. <laughs> akkor valószínűleg engem haladéktalanul kirúgtak volna. És um, nem tudom, hogy a Zsolt, úgy érzem, hogy úgy emlékszem talán, hogy a Zsoltinak valamilyen e, a, azt lágyabb a, a PR, csapatnak meséltél, azt mesélted el. Aha, jó, hát igen. Úgy, én ezt azóta árnyalni szoktam, tehát a, a, nem tudom, hogy hogy történt egyébként, hogy melyikünk kvázi kereste meg a másikat, én, amely, én azt, nekem az az emlékél a fejemben, hogy te azt mondtad, hogy szerinted ennek most tényleg baromira ideje van, és akkor én átgondoltam, és azt mondtam, hogy igazad van, és emlékszem még arra is, hogy azt mondtad, hogy benned maximálisan megbízhatok ezzel kapcsolatban, és ezt amúgy én így is éreztem, tehát tudtam, hogy legalább nem az lesz, hogy valaki olyan írja meg, akihez semmi közöm. Úgyhogy um, én, hogyha, hogyha megbántottalak azzal, amit ott mondtam, akkor azért abszolút elnézést kérek. És csak az, az, és az eset rossz, hogy tényleg úgy jött lenni, hogyha aha, volna ebbe a történetbe, aha. és ha valaki nem tudja a háttérsztoriát néző vagy valaki, akkor azt is hiheti, hogy én egy szemétláda vagyok, aki belőle ez kikényszerítette. Hogy nem, igen, nem, ezt én egyáltalán nem így gondolom, és... és azt szerintem, tehát én még azt is el tudom hogy mi annak idején ezt még meg is beszéltük, hogy nyilvánvalóan nekem azért Hivatalosan azt kell mondanom. hogy megbeszéltük. Azért mondom, hogy összeszövetkeztünk valójában a rendszer ellen, mert téged féltettek attól, hogyha ezzel előállsz, hogy mi fog történni. Így van. Egyszerűen valószínűleg az történt, hogy egy ponton én egy kicsit belekavarodtam abban, hogy nekem erről mit illik, mondanom, meg mit nem illik, meg kit mivel fogok esetleg megmenteni vagy milyen korábbi, igen, milyen korábbi füllentése ennek, a, ennek az egész történetnek az, az hogyan alakult. Úgyhogy ja, szerintem jó, hogy így most ezt kimondtuk egyszer és mindenkorra. Igen, a szövetségesek voltunk, nem az ellenségek <laughs> valójában. Van. És okay. egyébként hozzá kell tennem azt is, hogy, hogy én ettől teljesen függetlenül is, tehát hogyha esetleg tényleg úgy tűnt, hogy ironikus lettem volna a vámpir komolyan én egyszerűen, én azt tudom, hogy tabú, döngető dolgokról írsz, és hogy nagyon sokszor alapvetően kicsit így az egész szexualitás és a különböző... De mert a szex az egyenlő a Vagy hogy, tört, hogy történik, ez? Nem, ennek, ennek a fejemben volt egy ilyen kép, hogy volt valami címlap, amiben talán valami... Na mindegy, hagyjuk. Nem, nem is biztos, hogy ez a, ez a te címlapot. Le, volt. Lehet, hogy valaki teljesen már <laughs> címlapot látta. Vé vércsepp volt az Nem tudod, mi volt, hogy fotóztunk egy képanyagot a Barbie nevű énekesnővel, ami nagyon hajazott az alkonyatra, de ez egy teljesen véletlen egybeesés ah. volt, meg az SP fotózta egyébként azt mm. az anyagot. Na figyelj, Coming Out kapcsán Pride-ról beszélgessünk egy kicsit, ugye Pride hónap van, amikor a videó kimegy, és ugye jövő hónap július 15-én lesz majd a Budapest Pride. Ott leszel? Természetesen. Te mindig ilyen pride voltál, amikor már lehetett pride vagy? Um, nem, amúgy nem voltam mindig Pride-olós. De erről egyébként viszont már, már többször írtam is, hogy ezért uh, szintén egy kicsit meg, megvezetem uh, magam, hogy uh, én, uh, én voltam olyan uh, állásponton is, hogy azért uh, hogy ez túl sok, és hogy uh, ezzel azért uh, elsősorban provokálunk, nem pedig uh, megértetünk, és uh, egyébként értem, hogy honnan e, volt ez a gondolatmenetem, és e, nyilván azokat is egyébként értem az a, 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 a pártás, papnak kötöze, ilúzióval igen, kis igen, igen, ez volt nem amit téged is visszatartott. hát a... kb, kb igen, meg, meg az, hogy <hül> hogy ebben a hamis illúzióban éltem, hogy, hogy nekünk, nekünk melegeknek, nekünk LMBTQ embereknek XY módon kell képviselnünk a közösséget, és ma már ezt teljesen másképp látom. Ma már azt gondolom, hogy mindannyian lehetünk teljesen másmilyenek, és egyébként az sem számomra elítélendő, hogyha valaki mondjuk aprócska sortban jelenik meg a Pride-on, és az sem, ha talpig fel van öltözve öltönybe. És azt is gondolom, hogy, hogy valóban nyilván van, akit ez provokál, viszont sokszor mondom ezt a példát, hogy hogy amikor a, nőknek nem volt szavazati joguk, akkor a szüfrezettek kivonultak az utcára, és a férjeik alsó viselték, és melltartó nélkül dobálták zártójással a miniszterelnököt, és nyilván nem úgy érték el a céljaikat, hogy ma minden nőnek szavazati joga legyen, hogy decensen felöltözve kérték, hogy elnézést, hadd szavazhassunk. Létsz, létsz, létsz. Igen. Úgyhogy az, ma már azt gondolom, hogy a Pride-nak maximális jelentősége van, minden évben ott vagyunk. Um, általában um, nagy, nagy örömömre um, a Budapest Pride csapatával valamilyen kollaborációt kitalálunk minden évben. És most idén az MTV kamionon fogunk DJ-zni, a Nimivel, a férjemmel, ez már erre is sokadik alkalom és um, utána pedig a Budapest Parkban, a hivatalos Afterpartin fogunk DJ-zni, ha jól emlékszem, éjjel egytől, de ezt a Nimi jobban tudna, mert ő a racionális elme a családban, aki emlékszik dátumokra is. Ilyen Madonna tontokra. Party lesz, hogy mi lesz? Uh, nem, so, uh, a Madonna Spirit az abszolút benne van, és sok Madonna számot játszunk, de az igazság az, hogy uh, hogy a Madonna partikat most már általában inkább ilyen zárt ajtók mögött egy kisebb lelkes közönséggel tartjuk, mert sajnos Madonna szépen lassan egy kicsit kikerült a, a nagyon mainstream közegből, ami egyébként nem is biztos, hogy sajnos, mert, mert ugyanúgy megvan egy nagyon lelkes és nagyon bátorító és nagyon elfogadó közönsége, aki máig nagyon bírja én közöjük tartozom. <laughs> Úgyhogy szoktunk ilyen, ilyen sokkal kisebb zárt körű Madonna partikat tartani, de a parkban um popularizáljuk a kínálatot. <gül> <gül> Az új korszak Madonna is ott lesznek a van, felhozatában. Fél most, hogyha már itt Madonna szóba került, akkor, akkor egy kérdés, amit később akartam feltenni, hogy azt láttam rajtad, hogy te most egy ilyen nagyon nature vonalon mozogsz, nagyon naturális, amit, amit te képviselsz, annak ellenére, ami régen volt a Stenya Kristóf, aki egy ilyen plastikmániás volt, nem? Tehát, hogy én úgy emlékszem rá, hogy nagyon szereted a plastik dolgokat, ha, a hasonlókat, most nature vonal, ehhez képest Madonna, hogy fér bele a te világodba? Igen, érdekes kérdés, és e, nem volt egyszerű amúgy, e, mert e, én ezt az egész plastik vonalat is azért e, azért elég ironikus módon közelítettem meg, tehát e, persze használtam szájfényt, meg persze e, kiszökítettem a hajamat, de mondjuk azért e, nem mentem bele nagyon-nagyon extrém dolgokba. E, és, és ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy egyébként én, én, én mindig éreztem valami fajta, nem is feltétlenül rajongást, hanem valami fajta ilyen szimpátiát és empátiát azok iránt az emberek iránt, akik különféle okoknál fogva nem, tud, nem, nem tudják vagy nem akarják felvállalni a természetes uh -huh. külsejüket. Tehát legyen szó Marilyn Monroe-ról mondjuk, vagy akár ha rajzfilmfigurákban gondolkodunk, Betty Boopról, vagy nem, tehát hogy imádom a medvec kílora. tehát hogy ezek a nők, akik... Tehát a nem volt plastikázott, nem, nem is voltak, amik plastika De, de, volt. igen, 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 igen. Neki is volt pár műtétje, amiről egyébként ő szintén beszélt, de nem is feltétlenül a műtét, hanem csak az, hogy tudod, hogy műszempilla, domináns rúzs, hmm. egy teljesen más haj, mint ami természetesen adott lenne, és valahogy engem ez mindig érdekelt és izgatott, hogy mi van-e mögött, meg az is, hogy miért kell ezeknek a nőknek, vagy érzik ezek a nők úgy, vagy akár, úgy, vagy akár erőt kapnak ettől, és ez azért is van többek között, mert egyrészt egy patriarkális társadalomban élünk, ahol ez a fajta szépség a férfiaknak, a, tehát erre lógatják a nyelvüket a, a férfiak sztereotíp irányból megközelítve. Ezeket De... nem biztos, szerintem sokszor ezek a nők, ezek valójában a nőtársaknak csinálják ezeket, hogy Aha. nem maradjanak alul, vagy hogy ők szebbek legyenek, vagy jobban kitűnjenek közülük. Aha. Elképzelhető, és ez is, ez is egy. <kül> egy szomorú aspektus, mert nyilván nagyon jó lenne azt látni, hogy, hogy nők egymást támogatják, egymást a szépségükről biztosítják, és én tényleg ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az, hogy én mondjuk egy természetesebb irányba mentem el, az, az elsősorban azért van, mert, mert időközben, ahogy növögettem és öregettem, eljutottam egy csomó olyan felismerésre, hogy igazából nekem egyébként egyáltalán nem kötődik szépséghez az, hogy ki hogyan értelmezi a szépséget. Tehát nekem, nekem valaki, akinek a szívár vagy összes árnyalata hajában van, és tele van piercingekkel az arca, és ki van tetoválva, tud gyönyörű lenni. Egy ilyen nimfa szépségű, természetes, androgyn fiú, lány, nem bináris, mindegy, tud gyönyörű lenni, és egyébként pedig tud gyönyörű lenni egy 75 éves nő, akinek tele van a karja foltokkal a naptól, és, és, és férfi, tehát, hogy egyébként még férfiak tekintetében is egyébként abszolút nincsen egy típusom, nem is volt igazából soha. És ez a Madonna kérdés, amit feltettél, eleinte nekem egy kicsit nehéz volt, hogy ezt hogy helyezzem el a saját értékrendem skáláján. De aztán egyrészt a legfontosabb kinyilvánítás, ami mindenkinek szól, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet, plastikai műtétekkel, vagy bármi mással, ez mindenkinek nyilván a saját döntése, a saját teste, ő ismeri a saját sztoriát igazán, mi csak feltételezéseket tudunk gyártani, és, és még azt is mellé tudom tenni, hogy Madonna maga mondta azt, hogy egész életében a saját maga művészeti kísérlete volt és, és azért ez egy baromi nagy lépés ebben a művészeti kísérletben, ami most történik vele. Tehát én egyáltalán nem tudom azt mondani, hogy engem kevésbé érdekel most. Baromi izgalmas, ami történik vele, és ott leszünk most, megint turnéra megy, Celebration Tour most kezdődik nem sokára, és nagyon izgatott vagyok, pont úgy, mint eddig bármikor. És Láttam ezt az információt, mert ö, ugye volt ez a nagyon felpuffadt verziója arc, ami ez a légy arc tulajdonképpen, és ugye napokba jött le az a cikk, hogy most már le, lement a duzzanat, és most már az a, az, az arcol, amit ő el akart érni, és akkor húsz éves önmagához hasolt és hasonlok, nem annyira, de mindegy. Szóval szerinted a pop életben, meg ebben a, ebben a média életben, az öregedés kérdésköre, az mennyire feszíti az előadókat például? Tehát, hogy Madonna, hogyha mondjuk hagyná magát természetesebben megöregedni, akkor ő eladható lenne, vagy pedig az már nem, nem működne úgy? Azért nehéz kérdés, mert, mert egy csomó olyan előadó van, aki egyébként sokkal jobban átformálta a testét, mint mint Madonna, és mondjuk ők mégis uh, populárisak. Uh, tehát. Uh, Ser? <laughs> nem is erre gondolok, hanem, hanem például um, Amanda Lopez egy olyan uh, uh, szórakoztató, uh, személyiség, ő egy olyan él. karakter, igen, 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 igen akir, akiről mindenki tudja, és a karakterének a része, hogy akkor ő, mint de Jessica a Report, az nem egy Madonna szintű világsztár, érted? Tehát, hogy ő nem tölt meg arénákat Aha. és stadionokat. Igen, igen, igen. Figyelj, én arra a részre, amit kérdeztél a, a, ennek az egész pályának és az öregedésnek a viszonyáról, tényleg őszintén szóval csak magamról tudok beszélni. Tehát, hogy, a, hogy az, hogy mások hogy viszonyulnak ehhez, meg meg hogy őket hogyan ítéljük meg, én ebbe egyszerűen nem, nem is tudok belemenni. Azt tudom, hogy egy csomószor tök ítélkező vagyok emberekkel, amikor híreket olvasok róluk, vagy csak meglátok egy rossz képet róluk, és mondjuk utána, ha később az élet úgy hozza, hogy látok velük egy interjút, vagy adott esetben akár személyesen tudok találkozni velük, akkor általában ez mindig átformálódik abba, hogy de hát egyébként olyan szép, meg hogy olyan intelligens, és hogy szerintem Um, valójában tényleg az lenne a fontos, hogyha mindannyian szupportálnánk egymást, így, um, hogy halad előre az idő, mert ez mindannyiunknak egy kicsit nehéz egy-egy ponton. Uh -huh. Én um, szeretek uh, úgy gondolni erre az egészre, hogy tényleg őszintén nem, nem kívánok visszamenni, nem szeretnék 20 éves lenni, 33 éves sem szeretnék lenni, 42 éves vagyok, és uh, és tök jól érzem magam így, viszont az is igaz, hogy látom, hogy változik a kezem, látom, hogy például többet kéne aludnom, tehát bizonyos dolgok változnak, és az lenne a jó, ha ilyenkor nem azt mondanánk, hogy. Láttad uh, a Levent legújabb podcastjában a Kristófot láttad, hogy megöregedett, hanem azt tudnánk mondani, Ezt például, nem fogják, de lehet, hogy... Lehet, <laughs> hogy... Lehet, hogy valaki azt mondja, úristen, tiszta, ősz a haja, és igazuk van, és és a, tényleg mi, mi ebben, mi a hír, beszéljünk arról, hogy mindannyian öregszünk, és nekem nagyon tetszett például most nem olyan régen az egyik nagy. Ilyen vegán kozmetikai cég megváltoztatta egy olyan termékének a nevét, aminek az volt a neve, hogy a fiatalság cseppjei, és nagyon népszerű termék volt. Uh -huh. És megváltoztatták, és pontosan azért, ahogy én kommunikálok az öregedésről, meg felkértek egy együttműködésre. És tényleg ez, tehát az, hogy nehogy már annak menjünk utána, hogy minél a fiatalság cseppjeit keressük, soha nem fogjuk megtalálni, csak csalódás származhat abból, hogyha ezt hajhászok. De akkor te is festeted a hajadat sem. Tehát egy már, őszöröz... már nagyon régóta nem. Már nagyon rég. Ez mind, a görög uh, napsütés, de Há. alapvetően a hajam legalább 30 a ősz. De így is fogod hagyni? Tehát, persze, hogy ezt meghagyod persze, a természetes nem, öreget is egy őszülésében, de ez hát, tök jó? lehet, hogy 30 év már hajam sem lesz, úgyhogy... Hát legalább... Ez most nehéz elképzelni a mennyiségéből ítélve. Köszönöm, köszönöm, de ez is, tehát nekem ennél sokkal több hajam volt mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ennél is több. Aha, volt, a Covid után volt egy hullám, amikor a hajamnak egy jó egyharmadát elvesztettem, és utána nyilván elkezdett visszanőni, de. És az is egyébként egy kimondott traumatikus élmény volt. Tehát, amikor azzal valahol tudod, hogy egy csomó ember azzal azonosít téged, hogy neked van ez a dús hajkoronád, és akkor egyszer csak minden hajmosásnál jön ki a hajad, marok számra. Úgyhogy azért mondom, hogy, hogy ilyenkor és akkor úgy mentem be, mondjuk, amikor fél év után azért Magyarországra, úgy mentem be egy fotózásra, hogy azon gondolkodtam, hogy mikor fogja valaki azt mondani, hogy szegény Kristóf már a hajas hincs meg. <laughs> De ez nyilván abból is fogad, hogy én mentálisan állandóan tehát, hogy rá tudom pörgetni magam ilyen dolgokra. Azt hogy te ezt már elengedett, tehát hogy volt egy 2007-es elvonulásod, ami után utána fel is mondtál a Viva tv és uh -huh. ugye jött, jött ez a fajta ilyen magadban nézés, magadban mélyedés. Azt hittem, hogy te azóta ezeket már így lazán kezeled. Tehát, hogyha jön valami probléma, akkor így próbálod ö, könnyedén venni, elengedni, nem görcsölni rajta. Görcsölsz? Mármint úgy általában problémák. Általában, aha. Um... Hát én olyankor tudok, tehát hogy valóban elengedem ezeket, tehát a, a hétköznapok során, úgy az élet minden területén, úgy professzionális szinten, a magánéletemben nem, nem szoktam rágarcsolni dolgokra, és nem feszengek, nem szoktam haragot tartani, tehát hogy egy csomó olyan dolog van bennem, ami tényleg baromi kiegyensúlyozott, tehát ez. Viszont, viszont nekem van egy ilyen mentális e, zavarom, mert nem szeretem ezt a szót, hogy zavar, e, ami, ami alapvetően arról szól, hogy nagyon könnyen rá tudom pörgetni magam ilyen spirálokra, ami arról szól, hogy mondjuk e, e, én nem vagyok igazából jó ebben, amit csinálok, és hogy e, az emberekkel kb. ezt elhitettem, és hogy majd ez ki fog derülni, meg hogy mondjuk az emberek e, engem igazából nem akarnak ott, ahol vagyok, és nem is igazából. Tehát ezek, ezek ilyen... Ez nekem is van, megnyugtatlak. ja, Szerintem valakinek, tehát valahol ez sok emberben ott van, csak tehát engem ezek fognak meg, és akkor ezek tudnak tényleg belevinni egy olyan spirálba, hogy utána lehet, hogy átvergődöm azon a helyzeten, de mondjuk egy nappal később, ha valami triggerel, akkor akkor tudok ki. És ez átmegy megfelelési kényszerbe például, vagy nem? Tehát, hogy utána elkezdesz kompenzálni? Nem, azért nem tud átmenni megfelelési kényszerbe, mert egyrészt, ahogy tudod, én kiszedtem magam ebből a rendszerből. Tehát, Ezt ma akarom is, hogy erről beszéljünk, hogy mi történt. Igen, tehát, tehát ez, egyszerűen ezt így nem tudtam csinálni, és a mai, tehát most megérkeztünk, megérkeztem hozzád ide, és én, tehát hogy nekem ezek picit ilyen, trauma traumaszerűen jönnek vissza, hogy én hogyan funkcionáltam a magyarországi populáris kultúrában, meg társadalomban, amíg itt éltem. És hogy például bementünk oda abban a stúdióba, és ö, a szomszéd stúdióba, ahol megmutattad ezeket a... Egy látod a, a, tereket. pont pontosítás iránti vágyad, igen. <laughs> igen, igen, és, és hogy ott ült egy csapat ember, akik egy összeszokott közösség voltak, és én bármilyen élethelyzetben, külföldön, ezekben a helyzetekben maximálisan magabiztos vagyok, és meg se kérdőjeleződik bennem semmi, hogy ezek az emberek most hogy viszonyulnak hozzám, nincs súlya. És itt Magyarországon, különösen ebben a médiás közegben, én, én sokszor azt érzem, hogy szinte visszafejlődök pillanatokra, ez, ezért a zavarodott emberré. Úgyhogy nekem ebből egészséges, hosszú távon távol tartanom magam, szeretek visszajönni, és szeretek jó dolgokat csinálni, ami egyrészt kreatív, másrészt inspirál, meg nyilván pénzt is hoz, de de addig még, amióta elmentem 2008-ban, ha jól emlékszem, azóta nem volt olyan, hogy hogy bármi olyat tudtak volna nekem mondani, ami miatt én hazajöttem volna egy hosszabb időszakra. De hogy téged az emberek alapvetően szeretnek, nem? Tehát, hogy általában, amikor találkozol emberekkel, azok kedvelnek is, Na, és, és nem, nem, nem kötekedően szólnak hozzád. Volt olyan, aki egyetlen kötekedett veled valaha is? Nagyon nagyon ritkán és, és tényleg óriási szeretetet kapok az emberektől. De akkor Ezt miért való. Ezek a feszengések ezek nem is annyira egyébként, tehát ezek, amikor ezek a triggerek beindítanak ilyen korábbi traumákat, akkor ez nem ezekre az emberekre vonatkozik, akik igazából nem is ismernek engem, vagy én nem ismerem őket, hanem hanem ilyen sokkal személyesebb körökre vonatkozóan, tehát mondjuk, hogy amikor én ott voltam egy ilyen zárt közösségben, ahol dolgoztunk, és az ottani erőviszonyok kellemetlenné tették a légkört, vagy mondjuk egy családi közegben, ahol mondjuk én kirekesztve eh, éreztem magam. Tehát eh, ezek, ezek, a dolgok, én azon nem egyáltalán nem húzom fel magam, ha valaki oda kommentel egy mocskos kommentet, vagy ha valaki odaírja egy cikkem alá, hogy ő ez nem is tud írni, ezeken egyáltalán nem eh, ingok meg. De, de ezek a helyzetek mindig azt, eh, ezeket a régi traumákat tudják előhozni, és millió dolgor egész életemben azon dolgozom, hogy, hogy ezeket kiegyensúlyozzam, de emlékszel, hogy nekem régen nagyon komoly étkezési zavaraim is voltak, tehát ezek ilyen spirálszerű dolgok, ami időről időre bizonyos élethelyzetemben, életszakaszomban valamilyen módon újra megjelenik, és meg kell tanulnom ezeket a dolgokat kézben tartani, ugyanakkor tanulni belőlük. Az étkezési zavar az valójában egy ilyen megfelelési kényszer volt? Tehát úgy érezted, hogy akkor fognak téged jobban szeretni, vagy akkor leszel szerethetőbb, hogyha te nagyon vékony vagy? Nagyon örülök, hogy ezt kérdezed, mert, <kül> mert <kül> ez nagyon tisztán mutatja, hogy mennyire, sajnos mennyire keveset tudnak az emberek erről, hogy ez hogyan zajlik. Tehát, hogy, hogy abszolút nem. Azzal indul a legeleje az, hogy hogy szeretnél vékonyabb lenni, és hogy felfedezed azt, hogy mondjuk azzal, hogy kihányod a kaját, amit megettél, azzal valójában mentes vagy a felelősségtől, hogy megemészd. És, és ezután átmegy abba, hogy, hogy mondjuk ezt akár minden étkezésnél megteheted, viszont ez beindít egy, egy nagyon rossz folyamatot, ami egyfelől átmegy abba is, hogy az a mohóság, ami, felfedezi azt, hogy most már valójában tízszer annyit is ehetsz, mint amennyit eddig ettél, és mindet kihányhatod, az elvisz egy baromi rossz irányba. Majd az ezzel járó öngyűlölet, önvád elvisz abba az irányba, hogy az ember elkezd kevésbé szocializálódni, és, és ez egyébként ez, ez sajnos az önbántalmazásnak egy formája. Tehát sokkal kevésbé megfelelési kényszerről szól, mint, mint a saját magunkkal való viszonyról. És én, én azt hiszem, hogy az én esetemben sokkal inkább az váltotta ki, hogy, hogy ahogy, ugye metaforikusan azt szoktuk mondani, hogy emésztünk dolgokat, a múltat, a jelenünket, az életünket, azt, hogy kik vagyunk valójában és hogy én nagyon sokáig ebben az emésztési folyamatban nem bíztam érzelmileg, és hogy ez, ez, az, ez a fizikai szintre is igaz, tehát hogy, hogy állandó kontrollban tartani azt, ami történik belül. És tényleg én tehát úgy, úgy, úgy kezeltem az evést, mint ahogy az érzelmi reakcióimat szerettem volna kezelni, hogy kategorikusan eldönteni, hogy én mostantól boldog vagyok, én mostantól vékony vagyok, Tíz napom van, hogy lefogyjak, So nem ettem egy falatot sem, minden nap infrasaunába jártam, hashajtókat szedtem, és tíz nap múlva fogytam tíz kilót, és pontosan ugyanígy gondoltam arra, hogy én, ha majd elköltözök Tel Avivba ezzel a szép izraeli férfival, akkor én majd boldog leszek. És nyilván az életennél sokkal nü nüanszosabban működik. Tehát tényleg ezt így gondoltad, hogy bemagyarázod magadnak, akkor az működni fog? figyelj, van ez a bölcs mondás, amit annyiszor látsz inspiráló plakátokon, hogy fake it till you make it. Meg van ez az egész életszemlélet, hogy minden nap készíts listát azokra a dolgokra, amikért hálás vagy, ami tök jó, de azért a mi pályánkon nagyon-nagyon el lehet ezen csúszni, mert véletlenül látsz csúszni abba, hogy véletlenül kizárólag azt kommunikálod, hogy te milyen sikeres, szép vagy, és mindenki szeret téged, és egyébként tehetséges is vagy, és ráadásul annyi díjat kaptál, és akkor szépen lassan az, ami belül ott van, ami mindaz, amiről nem beszélünk a közönségünknek, az elkezd sokkal nagyobbá hát válni. Hát jó, de egy csomó, csomó, ember egyébként nem is szívesen beszél a, a nehézségekről, mert ugye azt mondják, hogy akkor támadhatóvá válik, és, és abban a pillanatban a gyengének mutat. Az ember meg nem szeret gyengének mutatkozni. Hát én, én most már sokkal, sokkal szívesebben mutatkozom gyengének, mint, mint hamis erősnek. Tehát mm. én azt gondolom, hogy ha nekem bármiben van erőm, mert egyébként nálam sokkal erősebb emberek vannak, nem vagyok fizikálisan egy erős ember, biztos vannak nálam sokkal jobb műsorvezetők, biztos van, akinek sokkal szebben cseng a beszéd hangja, nálam sokkal jobb írók is vannak. Tehát ha igazából ha azt nézném, hogy én miben vagyok a legerősebb, másoknál sokkal erősebb. Most nekezdemokratikusan autorozni, én meg nem, így, hogy nem, akkor nem szeretnek és nem Nem, nem, tudom nem, nem. csak azt akarom mondani, hogy nekem az az erősségem hogy maximálisan merek gyenge lenni. Hm. És hogy arról beszélek, hogy bárki merhet gyenge lenni, mert ez egy hamis elvárás, hogy nekünk azt kell mutatnunk, hogy úgy nézünk ki, mint a LinkedIn profilunkon, ahol teljes mosolyjal vigyorgunk, hiszen mi megalapoztuk mindezt, ami itt ezen a listán olvasható. <tosz> Ennél mindenki több. Visszatérve akkor a médiához, meg ugye a... a, a felmondásodhoz, a kivonulásodhoz a magyar közéletből is valamennyire, ugye helyileg mindenféleképpen. Te akkor miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a televíziózást, mint, mint foglalkozást, mint munkát? Tehát neked volt abban valamilyen csalódásod, valamilyen megkosanulásod? Hát erre, erre van az a fajta válasz, hogy... Az igazat mond, köszönöm. Ja. Az a baj, hogy az igazság annyira komplex, tehát ja. tényleg annyira sok oldala van, és és az egyik az, hogy valóban nagyon be voltam sokalva. Tehát igen, bizonyos dolgok nagy csalódást okoztak bennem. Én azt gondoltam, hogy ugye a színházi közekből kerültem a televíziózásba, és azt gondoltam, hogy ez sokkal jobban passzol hozzám, mert hogy itt nem egy megírt szöveget kell mondanom, nem úgy kell öltözködnöm, ahogy a jelmeztervező fölöltöztetett, és nincs egy rendező, aki elmondja, hogy milyen hangsúlyjal beszéljek. De. Ehhez képest van egy ruhaszponzorod, úgy, csak ahhoz a fodrászhoz járhatsz, most legyen, nem tudom, két hárnyalattal sötétebb a hajad, mert a másik műsorvezetőnek is szőkelet, és erről meg erről meg erről beszélhetsz, erről meg erről meg erről nem. Tehát nyilván, és egyébként pedig holnap ez a vendég jön hozzád, hiszen az ő producer elfizetett. Tehát, hogy nyilván ez így működik a kereskedelmi televíziózásban, akinek bármiféle illúziója van más kapcsolatban, jobb, ha ezt elengedi. Viszont ebbe a közegben nyilván be lehet egy csomó kreatív értékes dolgot. Ez nagyon fontos, tehát hogy ne, én nem ördögtől valónak tartom a kereskedelmi tévézést, viszont minél inkább a profit orientációra alapul egy cég működése, annál kevés, kevesebb hely van annak, ami, ami egyszerűen csak a lelkesedésből, a kreativitásból, a, akár mondjuk a jót tenni vágyásból fakad. És én sokszor úgy éreztem, hogy, hogy erősen kontrollálva vagyok ebben a közegben, és most nagyon fontos egyébként, hogy nem a viváról beszélek, vagy nem csak a viváról, hanem az egész kereskedelmi tévézős közegről. Bemész egy meetingre, ott fog ülni hét ember, és abból négy tuti, hogy egymást fölül múlva próbál majd ott erősködni, és mm -hmm. pöffetekedni, és hogy olyan felesleges, olyan fájdalmas. Miért? Szóval nekem ez nagyon traumatikus volt ez az egész. És, és akkor egy ponton egyszerűen tudtam, hogy el kell jönnöm belőle. Ezt szoktam mondani, de nem tudom, hogy szerintem ez egy fontos következtetés ebben a pillanatban a, a magyar kereskedelmi tévés közegről sajnos, és remélem, hogy ez változni fog, de hogy mi egy műsorvezetőnek a top pálya az, hogy elmegy reggeli uh, műsoros műsorvezetőnek, ami azt jelenti, hogy minden nap háromkor kell kelnie, és másfél perces beszélgetéseket folytat olyan emberekkel, akik a, mondjuk a lábgombától kezdve a szokatlan időjáráson át, addig, hogy valaki kikerült az aktuális valóságsóból, és akkor néha bekerül uh, egy kedves néni is a faluból, aki pont most lett 101 éves, és akkor mindegyiknek pont annyi uh, emocionális értéket lehet adni, ami abba a két percbe belefér. Engem ez egyáltalán nem motivált, nem szeretnék ezt ilyen karriert befutni. Uh -huh. A másik pedig, hogy akkor lehet még ezen kívül ilyen óriási sóműsorokban arra biztosítani az embereket, igen. hogy ez a legfontosabb dolog, ami most történik, hiszen ki fog derülni, hogy Kevin vagy e, ibolya nyeri meg ezt a versenyt, legyen szó főzésről, vagy e, arról, hogy mászunk egy felfújt váron, vagy arról, hogy éneklünk. És az emberek tény, ezek az emberek sajnos évtizedek óta ezt csinálják, a valóságban annyira nem érdekli őket, hogy most a tízből ki fog kiesni ma, de hogy folyamatosan ezt kell ezt kell hype hogy ez mennyire fontos. Tehát, hogy ez, ez sem volt egy olyan irány, ami engem motivált volna. És. És ja, és akkor így volt. Ezeket te végiggondoltad most. akkor? Mert ugye azt, az ember azt látta, hogy ott voltál 20 évesen, még akkor 20 éves voltál talán, Igen. nem? Ott, ott álltál egy karrier. Hát a, a Viva TV-nél csúcson voltál, viszont ugye a nagy mainstream médiában még egy karrier kezdetén álltál. Tehát mm. át tudtál volna menni az rtl mondjuk műsorvezetni ilyesmi. Tehát, hogy ott te fogtad magad, és hátat fordítottál egy olyan álomnak, ami kismillió ember álma volt abban az időben. Most már annyira nem akarnak az emberek szerintem médiázni, mm -hmm. inkább influencerek akarnak lenni, meg hasonlók, de akkor a tévézés mint olyan, az egy nagyon divatos és nagyon áhított szakma volt. Te ennek hátot fordítottál, és kiléptél ebből, és egy teljesen más irányt vett az életed. Tehát, hogy ez a döntés ez mennyire volt nehéz ennek a meghozatala, és mit tudsz mondjuk azoknak javasolni, akik mondjuk érzik, hogy feszíti őket valami belülről, nézik ezt az adást, mm -hmm. feszíti valami belülről, hogy mi alapján tudják ezt a döntést meghozni, vagy mi az, mi az a, a pont, aminél, aminél már mindenképpen el kell engedni? Hát én először is azt mondanám, hogy, hogy csak olyan ember menjen el ezeket a munkákat végezni, aki... aki érzelmileg azért elég stabil. És nem csak erre gondolok egyébként, hanem mondjuk egy, egy tök átlagos életet élő ember, aki mondjuk a munkáján érzi Aha. azt, hogy valami nem oké, és feszíti a dolog, és nem mer ki lépni, mert mondjuk fél attól, hogy akkor a karrierje mm -hmm. meg hanyatlik, igen, vagy igen, pedig egzisztenciálisan bajba kerül, tehát hogy te azért egy szabadesést végeztél, tehát hogy igen. nem tudtuk hogy mi lesz a vége annak a döntésnek. Én Én nagyon hiszek abban, hogy a a bizonytalan szabadságba elindulni sokkal jobb, mint a egészen bizonyos bezártságban maradni. Akkor is, hogyha ez a bezártság arannyal van kibélelve. Tehát tényleg miért maradna az ember egy olyan közegben, ahol nem tud fejlődni, ahol nincs motiválva, és ahol egyébként ráadásul sajnos nem túl sok kedves. Ember veszi körül. Nagyon sok olyan ember van a kereskedelmi tévés közekben, akit értékelek és szeretek. Viszont igazi, mély barátságaim soha nem alakultak ki. Nincs egy ismert ember, akivel ilyen igazi, testi lelki jó barátságban vagyok, és fölhívjuk egymást, ha bajban lennénk. Pedig azért elég sokáig benne voltam ebben a közegben. Szerintem az van az ilyen típusú barátságokkal, meg az ilyen típusú, akár a híreségekkel, akár egyébként a készítőkkel, akik a műsort készítik, hogy azok Eseményre szóló barátságok, nem? Mm -hmm. Tehát, hogy a a arra az időszakra, amik ti együtt dolgoztok, amit csináltok valami közöset, addig nagyon jobban vagytok egymással, addig egyébként, akár, hogy ez több hétig tartok, a telefonálgatok, egymásnak kommunikáltok, és abban a pillanatban, hogy az esemény véget szakad, vagy vé vé ennek vége lesz, mindenki megy a saját dolgára és vissza a saját kis mm -hmm. Igen, ez így van, és, és még az is benne van ebben, hogy sajnos ebben az egész közegben nagyon sokszor úgy próbálunk egy picit úgy próbáljuk egy picit meghatározni a mi jelentőségünket és személyünket ebben a médiás közegben, hogy mi kikkel vesszük körül magunkat. Hmm. És egyébként ez is egy nagyon fárasztó feladat. Tehát, hogy az embert nagyon könnyen kicsit ilyen impostor szindróma szerű állapotba tudja hozni azt, hogyha megpróbálja az alapján meghatároztatni magát, hogy ő kikkel barátkozik. És én az egyik legfőbb motivációm azzal, hogy elköltöztem, és hogy elkezdtem, tulajdonképpen én elkezdtem építeni egy olyan életet, ami, amiben én egy ilyen hiperérzékeny emberként úgy tudok funkcionálni, hogy leginkább a saját magam szabályai szerint, amik egyébként elég laza szabályok, sokkal inkább morális szabályok, és, és emellett pedig nekem baromi nagy szükségem van arra, hogy ne jöjjenek be állandóan olyan emberek és olyan energiák az, az, én közegembe, terembe, akik, akik ezt iszonyú komolyan megzavarják. Tehát az, hogy mi egy télen hatfős görögországi faruban kötöttünk ki, az, az nekem tényleg... Olyan, mint egy ilyen masszázs a lelkemnek, meg az elmémnek. Hogy éltek ott? Ott van bolt például? Vagy Nincs. Ott, 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 és akkor ilyen messze van a legközelebbi bolt, ahol lehet vásárolni hát ételt. Tehát itt termeltek magatoknak ételt? Igen, igen, igen. Ah. Van egy kis zöldséges kertünk, most már negyedik éve, és eh, imádom, nagyon szeretem. De van van vízbe vezetve, vagy van... Igen, tehát, igen, van... Tehát akkor az ki van alakítva legalább. Van, eh, van egy furt a kertben, és eh, van egyébként... Eh, víz is, de, de hát nagyon minimalista, tehát 24 négyzetméteren lakunk, emellett van egy ugyanekkora lakásunk fönt, ahol ahol vendéglátunk, és ahol ilyen vegán workshopokat szoktunk tartani, és a kertben gyakorlatilag minden megterem, ami az alapja annak, amit eszünk, de azért olyan havi egyszer eljárunk vásárolni, kb. olyan másfél órára tőlünk van egy piac, és ilyen termelői piac, és hát Aténba is fel szoktunk menni, nem olyan e, nagy távolság, két és fél óra kocsival, úgyhogy olyan havi egyszer-kétszer fölmegyünk, és akkor ilyen e, őrült dolgokat vásárolunk, amit nem tudunk beszerezni a mi környékünkön, mint mondjuk tofu. <laughs> az, hogy ez, hogy ez ennyire kiesik a, a civilizációtól, ez a, ez a hatfős kis falu, ez neked igényed volt? Tehát, hogy a maga a csend, az igény szinten nálad megjelent? de akkor nem is használsz mondjuk mobiltelefon, meg ilyesmit sem? Használok mobiltelefon, de de egyre jobban érzem azt is, hogy, hogy egyébként nekem nem mindig eh, tesz jót. Tehát eh, egyrészt eh, a, a telefonom évek óta eh, a csendes eh, üzemmódban van, tehát például soha nem hallom, ha csörög. Eh, azt, azt egyáltalán nem tudom kezelni, hogyha emberek csak úgy felhívnak. <gül> <gül> És eh, eh, nyilván Tudnak nekem üzenetet írni, amit eh, egy ponton elolvasok, és, eh, és nyilván működtetem a social média csatornáimat, nincs semmi emberem erre, vagy cég, vagy ügynökség, semmi ilyesmi, mindent magam csinálok. Viszont ezt is egyre inkább a saját szabályaim szerint, tehát ma már nem foglalkozom azzal, hogy eh, hogy mondjuk mindenképpen posztolni kell, mert régen posztoltam. Eh, és, ehm, ez a korral is egyébként, tehát hogy amikor az tudod már már... már én is érzem saját magamon, van köszöntünk néhány év különbség, és ez a magamon, amilyen nincs ez a verseny, tudod, akkor most posztoljak, naponta posztoljak, két naponta posztoljak, mindenképpen kell posztolni, mert az uh -huh. jelenti azt, hogy élsz egyáltalán. Igen, igen, szóval igen. ez a korral is, nem csak az elvonulással talán, nem? Így van. azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, az, tehát igazából talán a kor, de talán egyszerűen a tapasztalatok, hogy minél többet megyünk előre az időben, annál többet tapasztalunk, és én nem olyan régen e, e, Mexikóban volt egy délutánom, hogy csak egy üldögéltem ott a parton, és elkezdtem követni egy hangya csapatot, akik cipeltek valamit, és felfedeztem, hogy egy halott méhet próbálnak elmozdítani. És azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ez engem mennyire lekölt, és hogy még kíváncsi is vagyok, hogy honnan, hová viszik ezt a méhet, és milyen sokan vannak, és így néztem, hogy hogy tudják megemelni, és hogy tulajdonképpen ez csak egy apró dolog, az egy millió olyan dologból, ami az agyamat elfoglalhatná, és valóban körülvesz. De ehhez képest fogom a telefont, és pörgetem a ríleket, ahol még csak meg se tudom szagolni, meg se tudom érinteni ezeket a dolgokat. Tehát én én, én hiszek abban, hogy semmit nyilván, ne, megint csak azt mondom, soha nem lesz olyan, hogy én azt mondom, hogy a social media egy ördögtől való dolog. Nem erről van szó. Csak nekem személyesen úgy érzem, hogy egyre, egyre jobb közelebb kerülni a megérinthető földi dolgokhoz. Meg kell tenni határait szerintem a használatának is, nem? nem. Tehát tényleg van ez a, ez a social media detox, amit az embereknek azért be kell az életükbe, főleg a TikTok idején, amikor a pörgetés az egy ilyen végen láthatatlan valamivé válik. Így van. Azt vettem egyébként észre most így az idősödés kapcsán, mert ez most egy ilyen aktuális téma nálam is, hogy, hogy minél tapasztaltabb az ember, annál bizonytalanabb az életében, nem? Mert annál több ellenérve tud felsorolni a döntései mellett. Mm. Tehát azért fiatalabban az ember ilyen vakmerőben vágott bele különböző dolgokba. Hmm. Egyet értek a, a, a mondatod, meg a kérdésed első felével. Szerintem is egyre komplikáltabbá válik, de nálam nem abból fakad, hogy, hogy a döntéseimnek mik a következményei. Én, én, azt, én azt elég lazán tudom kezelni, tehát valójában valós tétje csak nagyon-nagyon nagy döntéseknek van. Tehát nyilván, hogyha mondjuk kitalálnám, hogy én most elmegyek remetének, vagy hogy nem tudom, elhagyom a férjemet, annak nyilván lenne óriási súlya, de mondjuk az, hogy mondjuk elindítsam el a saját podcastemet, vagy majd jövőre, igazából most ennek nincs olyan nagy súlya, vagy hogy melyik képet teszem ki Instára, tehát a nagy volumenú dolgokban igen, és nekem én azzal maximálisan egyetértek, amit mondtál, hogy hogy nehezebbé válik egy picit abból a szempontból, hogy már annyi mindent tartalmazunk, már annyi mindent történt velünk. Hogy hát ismered a pro és kontra verzióját a, a Pro és kontra verziója plusz e, e, szerintem egy, egy ponton e, tehát kezdünk közeledni a felé, és hogy telítődünk érzelmileg, és nagyon sok ember fásultá válik egyszerűen, mert már nem tud befogadni új, új érzelmeket, meg új inspirációt. Neked az, hogy mindig volt komoly kapcsolatod, legalábbis én úgy emlékszem rá, hogy, a, hogy amióta én téged ismerlek, azóta folyamatosan volt komoly mm. kapcsolatod. Ez neked egy fontos része az életednek, hogy legyen melted egy férfi? Mert hogy mindig legyen melletted valaki, akihez kötődhetsz? Azért érdekes, mert amúgy azt gondolom magamról, hogy nem. Tehát azokban, a, azokban az időszakokban, amikor nem volt mellettem partner, akkor nagyon boldog voltam szintén, és, és egyáltalán nem éltem meg szenvedésként azt, hogy én nekem nincs párom. És én azért nagyon bele tudom egyébként magam dobni ebbe a élethelyzetbe is, hogy most szingli vagyok, és most... Uh, lehet, uh, igen, lehet uh, <laughs> akár minden éjszaka mással lenni. Én amúgy is egy ilyen rendkívül hedonista természet vagyok, és hajlamos vagyok arra, hogy már-már um, túl az életet. Um, Dőzsölsz, igen. Így van, így van. Tehát, hogy én ezeket nem éltem meg rossz időszakokként, viszont um, um, ehhez az egész eh, mentális eh, kérdéshez tartozik az, hogy, eh, hogy eh, az, amivel én élek, az egy eh, olyan sor követ, hogy eh, van egy kedvenc eh, ember az ember életében, aki felé teljes eh, bizalommal eh, tekintek, és eh, és ezek az emberek nyilván az első ilyen az édesanyám volt, és általában tehát az én esetemben egyébként az történt, hogy én két éves koromban leforráztam magam forró tejjel, és volt egy fél éves időszak, amikor kibejárkáltam a kórházba, és az első egy hónapban nem látogathattak a szüleim, tehát nyilván ez egy óriási gyerekkori trauma lehetett, nyilván valamelyest elvesztettem a bizalmamat azokban az emberekben, akik addig gondoskodtak rólam a szüleimben, mm. és mikor hazamentem a kórházból, akkor konkrétan nem voltam hajlandó anyának vagy apának szólítani a szüleimmel. Tehát néninek, meg bácsinak szólítottam őket, még utána évekig a keresztnevükön szólítottam őket. És és akkor ezt a kedvenc ember pozíciót, ezt így mindig rápakoltam valakire, akiről, mikor még nem ismertem föl ezt a sormintát, amit csinálok, akkor azt gondoltam, hogy most végre megtaláltam azt, akiben maximális bizodalmam lehet, és mellette én örökké kiegyensúlyozott és boldog leszek. És valószínűleg az, hogy, hogy mindig... Hirtelen belezuhantam egy hatalmas szerelembe, amit tényleg én tényleg megéltem, ez nem hazugság volt, de ennek az is a kiváltó oka, hogy velem ez történik, ahogy mondtam, sor, mint a szerűen. Viszont nagyon szerencsés vagyok, mert mert tényleg nagyon jó párjaim voltak egész életemben, és mindegyik hozzá segített ahhoz, hogy egy következő szintre tudjak érkezni a. Abban, hogy megismerem az életet, meg, meg saját magamat. De az, hogy te férjé válj most a másodjára. Uh -huh. Ez is fontos volt neked, hogy ez a kapcsolat az így, az így hivatalosan -e legyen téve. Nem, nem, egyáltalán nem volt fontos. Az de... Azért találkozom de... egy nagyon szabad lelkű ember, és <laughs> a férjség az Én egy igen. kötöttség valójában. Talán, vagy nem, nem is tudom. De igazából az első házasságomnál én akartam mindenáron házasodni, és igen, akkor még ez Csak a... Hogy legyen? A, igen, a... akkor még abszolút ez a... Akkor vagy sikeres, vagy, az ha, így van, hogy, hogyha ez megtörtént az életedben. Különösen, hogyha erről mindenki tud. <laughs> <laughs> akkor volt tévéműsor is, a nem? Tévéműsor is volt, hmm. így van. És nyilván egyébként... Fel sem értem, hogy ezzel mondjuk mennyire traumatizálom a mi kapcsolatunkat, hogy odahoztam három nőt, akinek az volt a feladata ebben a tévéműsorban, hogy szarozza a mi esküvőnket. Tehát, ez em... Mi, ezt a nem láttam. Van, csak ez a, Azt hiszem, az volt egy, egy, egy olyan tévéműsor volt, mert az volt a lényege, hogy négy. Hamarosan házasulandó, ja. elmegy egymás esküvőjére, és mint a vacsora csata műsorban vagy a halatortámban, gyakorlatilag fikázzák egymás esküvőjét. Kristó! Köszönöm. Hogy sikerült ezzel vállalatni arra, hogy. Az ember mindenről meg tudja győzni magát, hogy ez egy. Tehát meg tudja ideologizálni. Egyrészt. te úsz-nemet mondani egyébként? Persze. De ma már nagyon jól tudok. De hozzá kell tennem, hogy tényleg egyrészt az, hogy Magyarországon először egy LMBTQ személy esküvője meg, időben, időben megtörténik, ez egy hatalmas dolog. Most és már senki nem vállalná be a médiából szerintem, ahogy a jelenlegi Ma már valószínűleg igen, de akkor az, hogy ez megtörtént, erre valahol még büszke is vagyok. Valamint nyilván egyébként ez az, amit ugye mindig ilyenkor minden okot megemlítünk, de nyilván pénz. Tehát uh -huh. én Tel Avivban a világ legdrágább városában éltem, és nyilván egy-egy ilyen döntés nyilván azon is alapszik, hogy ez mit hoz a konyhára. Uh -huh. De a második esküvő az már úgy volt, hogy a Nimi kérte meg az én kezemet, ami nagyon jó esett, mert hogy az előző helyzetben én voltam az, aki nagyon szerette volna ezt az esküvőt, és akkor azért mentem bele egyrészt, mert ő nagyon szerette volna, és ez, ez nyilván ne, tehát, hogy neki is uh, ugyanúgy fontos volt, mint nekem az első esküvőm előtt. Másfél pedig nyilván azért is, mert um, biztonságban éreztem magam mellette és vele, és, uh, és az is nagyon megérintett, hogy bár tíz évvel idősebb vagyok nála, um, és bár én már voltam házas, ő megtette ezt a lépést. Úgyhogy ezért történt meg a második esküvő, és egyébként volt egy harmadik, de a Nimivel csak tavaly összeházasodtunk Portugáliában, egyszerűen csak azért, hogy legálissá tegyük az esküvőnket. Tehát nekem eddig egyik korábbi esküvőm sem volt legális, és most, hogy Európában élünk, Görögországban, így praktikus, hogy van egy. Európai Unió szerint elismert papírunk, és, és azért Portugáliában házasodtunk, mert a Nimi portugál állampolgár az édesapja családján keresztül. Gyerekvállalás kérdés körében, hogy álltok? Ugye most egyre többször hallani olyan meleg párokról, akik béranyát fogadva gyermeket vállalnak. Tudunk, ugye a médiában is szerepelnek többen, akik ezt, ezt az utat bejárták, és tudunk olyanokról is, akik nem szerepelnek a médiában. Ti a gyerekvállás kérdésével akkor hogy álltak végül is? Nálunk ez a kapcsolatunk elejétől kezdve asztalon volt. Egyrészt azért, mert én a korábbi házasságomban nagyon szerettem volna gyereket, és nyilván a vállásunk után viszont azt gondoltam, hogy ez azért szerencse, hogy úgy alakult, hogy, hogy mégsem lett, mert nagyon sok szenvedésen mentünk volna keresztül. Mi nem jól váltunk el, vagy nem szépen váltunk el az exemmel. És, és utána pedig a Nimi, aki megint csak egy évtizeddel fiatalabb, ő, neki sokkal nagyobb igénye volt arra, hogy ezt megbeszéljük. Őszinte a kapcsolatunk első hónapjától kezdve emleget, emlegette ezt, hogy hogy mindenképp legyen gyerekünk, és hogy ő azt szeretné, hogy én fiatal apa legyek, és hát most már ez a hajó elment, de. Nem <laughs> <laughs> viccelek. Az a lényeg, hogy, hogy az évek során nagyon sok gyerek elkezdett körülvenni minket. Tehát pont abban a korban vagyunk, hogy mindenki körülöttünk szülővé válik. És hála az égnek, végre eljutottunk oda, hogy a szülők mernek egy kicsit őszintébben kommunikálni arról, hogy milyen szülőnek lenni. Tehát amíg még 10 évvel ezelőtt, vagy főleg 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt tényleg az kellett, hogy legyen a narratíva, hogy szülővé válni a világ legfantasztikusabb életfeladata, és hogy senki és semmi nem mérhető össze azzal, amit egy szülő érez a gyermeke iránt. Hála az égnek, ma már beszélnek az emberek arról is, hogy évek óta nem aludtak, hogy nem tudnak hozni egy spontán döntést, hogy gyakorlatilag napi szinten azért küzdenek, hogy a gyerek életben maradjon. Napi érzik, hogy elbuknak ebben a feladatban, igen. Igen, tehát nagyon közeli rálátásunk van arra, hogy milyen gyerekekkel, és szerencsére... A gyerekek nagyon szeretnek minket, és mi is nagyon szeretünk a gyerekekkel lenni. Van két keresztlányunk, Manda és Boróka, most már egy picit több, mint egy évesek, és nagyon sok időt töltünk együtt. Voltak nálunk Metanán, most egy hosszabb időre is érkeznek, több hónapra, és mi is, amikor Magyarországon vagyunk, mindig egyenesen hozzájuk megyünk. És... Minden csinálunk, pelenkázunk, etetünk, altatunk, fürdetünk. Ugyanakkor viszont mind a ketten, Nimi is és én is, ebben a pillanatban azt érezzük és úgy érezzük, hogy hogy mi nem feltétlen vágyunk arra, hogy amikor a fürdetésnek és az altatásnak vége, akkor, akkor mi legyünk azok, akik ezeket a gyerekeket két óra múlva újra tisztába teszik, és reggel eh, megetetik, és eh, mi leszünk azok, akik nem tudnak meghozni egy spontán döntést, hmm. tehát eh, bárki mondhatja, hogy önző érdekek vezérelnek minket, eh, de, de még ha már önzésről van szó, én még azt is őszintén bevállalom, semmi kivetni valót nem találok benne, hogy az is nagyon látványos, hogy hogyan változik meg a kapcsolati dinamika két ember között, amikor gyerekük lesz. És én azért nagyon sok ö, olyan kapcsolaton vagyok túl, na jó, nem olyan nagyon sok, de pár olyan kapcsolaton túl vagyok, ahol ö, ö, nagyon nehéz volt, és most jó, most egyensúly van, és ö, hét éve egyensúly van, és nyilván, hogyha ki is zökkelünk ebből időről időre, mindig nagyon felelősségteljesen és tisztelettel és szeretettel visszatudjuk hozni. Hogyha én ebbe belehozok most egy új energiát, egyszer csak, hogy lesz egy gyerekünk, nagyon komoly dolgokat kockáztatok meg. De ez most félelem, nem? Ez nem félelem, hanem ez egy tény, hogy én egyszer. Én nem, én nem is szeretném azt egy egyelőre, hogy a a mi szeretetünket meg kelljen osztani olyan szinten, mm -hmm. hogy, hogy ebbe még egy ember Szerintem most ez egyébként baj, tehát én ezt abszolút elfogadom. Köszönöm. Ha kell mindenkinek szülője válni, én, tulajdonképpen, én hogyha ez nem az, tök az ő fontos élete. kimondani. Tehát igen, szerelmes vagyok a Nimibe, igen, halálosan élvezem, hogy ő szerelmes belém, és pontosan tudom, hogy ha azon kellene keresztül mennem, hogy a figyelmet, az időt és a szeretetet megosztjuk, akkor ez egy csomó olyan dolgot hozna magával, ami engem valószínűleg egy picit triggerelne, főleg ennek kapcsán, amit már meséltem, hogy nekem van ettől ettől. A, ez a, akkor én nem is vagyok fontos, a többi, hmm. tehát én nem szeretném ezeket a dolgokat aktiválni. És, és úgy érzem, hogy, hogy a bori meg a Manna, ahogy a Kinga meg a Máté, a szüleik is, mondják nekünk is, és nekik is, ők a családunk. Mm. Aztán ki tudja, nyilván, ha letesznek egy gyereket Mózes kosárba ajtónk elé, <laughs> akkor, és alatta lesz az aláírt akkor De akkor alapvetően azzal egyetértesz, hogy kettő férfi is tud nevelni egy gyereket. Persze, tehát, hogy ezzel nincsen, nincsen, semmiféle fenntartásod. Két férfi, két nő, két nem az binális, volt, a, Lady Dömper, aki azt mondta, hogy pont a pálmarcék előtti időszakban, ő ezt nem Igen. tudta elképzelni, hogy ez, ez működőképes lehet, és hogy a pálmarcék volt, akik az ő véleményét megváltoztatták. Tényleg? Lánka. Ez milyen szép. Ez is mutatja azt, hogy tényleg nincs, nincs vége a tanulásnak. Tehát annyi minden van. Te egy olyan világban élünk ebben a pillanatban, ahol ez az egész szexuális orientáció, é, szexuális érdeklődés, sexu, szexuális vonzalom, illetve az, hogy hogyan azonosítjuk magunkat, milyen nem szerű szerint azonosítjuk magunkat. Ez egy nagyon új párbeszéd, ilyen őszintén, mint ahogy most kint van az asztalon. És, és szerintem nem csak a heteroszexuális embereket segíti, kicsit, hanem az lmbt ket is. Kicsit zavarbejtő is, nem? Tehát, hogy az, amikor az ember szembesül azzal, 30-40 éves olyan nem bináris, az Igen. mit is jelent valójában, tehát hogy miről is van szó, és hogy mit szeretne mondani a, az illető ezzel kapcsolatban. Így van, így van, és, és rengeteget tanulok én magam is erről az egészről, és szerintem az a jó megközelítés ennek kapcsán, hogy nem azt mondjuk, hogy régen minden jobb volt, mint, mint az a generáció, aki minket nem értett meg, hanem azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy most már ilyen sokszínű és sokszintű ez a társadalmi párbeszéd, és ha valamit nem értünk, vagy nem tudunk, akkor, akkor tanulunk róla. De biztos, hogy jó egyébként, hogy ennyire nyíltan beszélünk ezekről. Kérdezem én a Tabu Döntőgető podcast Aha. készítője, kicsit áll a kérdés, de... Azt érzem, hogy pontosan ez a nyitottság, meg az, hogy a Netflix filmek köztességében most már mindenképpen van melekvóta, vagy pedig valamilyen szinte lmbtq kóta, ez lehet, hogy visszajár fordítja az egész munkát, nem? Én azért nem gondolom, hogy ezen aggódnunk kellene, mert, mert azért még mindig sokkal kisebb a, a reprezentációja egy nem heteronormatív családnak, vagy személynek a, a, populáris médiában. És szerintem, szerintem az a cél, hogy tényleg mindenki megértse, nyilván ez soha nem fog talán megtörténni. Megértés az lehet, hogy meg fog történni, az elfogadás az nem szerintem. Igen, így van. De, de hogy tényleg az lenne a cél, hogy megértsük, hogy, hogy az nem egy aggodalomra okot adó kérdés, hogy mondjuk a gyereked heteroszexuális lesz, vagy e, LMBTQ ember. Ne, nincs, e, tehát hogy ez nem egy óriási probléma, és amíg e, még mindig e, az egy hír, hogy egy meleg pár megjelent egy tévésorozatban, e, addig egyelőre még nincs ott a társadalom, hogy, hogy tényleg e, egy igazi őszinte elfogadásról tudjunk beszélni. Úgyhogy én nem tartom zavarba ejtőnek azt, hogy, hogy ennyire sokat beszélünk erről, és, és azt kívánom, hogy minden olyan társadalmi csoport, ami bármiféle elnyomásban él, akár a megítélésük kapcsán, akár jogilag, annak legyen képviselete előttünk, a gyerekek előtt is, még akkor is, hogyha ezzel most 300 Insta kikövetést fogok szerezni, de hogy, hogy az a nagyon jó, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy lássa, hogy vannak szeplősek, vöröshajúak, feketék, eh, hogy az ázsiaiak picit másképp néznek ki, hogy lehet fiút szeretni, lányt szeretni, és eh, sokkal, sokkal eh, kevesebb traumatizált eh, ember nő fel, hogyha ezeket a dolgokat nem tabuként kezeljük. Most egy mi lett volna, ha, kérdés jön, hogyha te nem költözöl ki 2008-ban külföldre, akkor szerinted hogy éreznéd magad a mai Magyarországon élve? Hát szerintem egy elmegyógyintézetben lennék valószínűleg. Be belegondolni se tudok, tényleg. Tehát ha én, ha én meggyőzöm magam arról, hogy nekem ebben a közegben már pedig teljesítenem kell, hiszen ez az az út, amit én ott elkezdtem kitaposni, nem lennék jól, és lehet egyébként, hogy sokkal több pénzem lenne, lehet, hogy sokkal szebb autót vezetnék, lehet, hogy sokkal drágább ruháim lennének, de ezek közül egyik sem motivációs elem arra, hogy én itt maradjak. És azt hiszem, hogy sokkal kevésbé lennék egy ilyen világlátott ember. Tehát azért én elköltöztem Londonba, ahol kilenc lakótársal laktam együtt, és elképesztően sokat gazdagodott az ismeretanyagom arról, hogy milyen egy közösségben élni. Utána elköltöztem Tel Aviv, Jaffába, ahol ugye elkezdtem Izraelből átjárni, Palesztinába és és egy csomó olyan komplex megértés, aminek a legtöbb embernek sajnos nincs lehetősége, és újságcikkek, meg szalagcímek alapján ítél. És em, tényleg, tényleg azt hiszem, hogy óriási dolog, hogyha valakiben van egy ilyen hívás, hogy menni kell, akkor azzal jó menni. Em, rengeteg olyan dolog történt az én utam során, a bátor döntések során, amiről sokan azt mondanák, hogy ez egy rossz döntés volt, vagy hogy ez egy kudarc volt, legyen szó mondjuk a vállásomról például, vagy mondjuk valaki mondhatja azt, hogy hát Oké, okay, 42 évesen egy 25 éves autót vezet, tehát egy csomó olyan dolog van, amire emberek azt mondhatnák, hogy sikertelen döntéseket hoztam. De azt tudom, hogy számomra az egyetlen lehetséges út felé megyek. Az, ahol egyre kevésbé fognak definiálni ezek az elvárások, amik itt körülvettek és, és ezzel együtt hatalmas szeretetem van Magyarország iránt. Tehát ez a sok nehézség, amit felsoroltam, ez soha nem fog eltántorítani attól, hogy hálás legyek az országnak, hálás legyek azoknak az embereknek, akik szó szerint azzá tettek, aki ma vagyok, azoknak az embereknek, akik, akik a mai napig eljönnek egy-egy egy elvonulásunkra Görögországba, és beszélnek arról, hogy egy írásom vagy egy nyilatkozatom mit jelentett nekik, és ez mind-mind ez ehhez az országhoz való kötődésemet és a gyökereimet jelenti. Utolsó témakör, és itt jön most a, nem tudom, a necces kérdéskör, aztán utána leengedlek. Mert eddig olyan könnyed volt a beszélgetés. De nem úgy érezted? Ne, én, nagyon, én nagyon könnyedén beszélgetek ilyen témákról is, de nyilván egy csomó egyébként olyan dolgot érintünk, ami azért tök komplex, és örülök nagyon, kíváncsi vagyok az utolsóra. Ez egy kicsit felületesebb ez talán. Lett a pároddal egy OnlyFans -E oldalatok? Hmm. Nem felületes egyáltalán. Nem? Tök. Jó, oké. Okay. Meg láttam rólatok olyan képeket, ahol nincs rajtatok ruha, előről nem láttam ilyen képet, megmondom őszintén nem fizettem elő az OnlyFans, -E nem tudom mi történik ott. Ingyenes a feliratkozás. Feliratkoztam, de, azt, 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 azt feliratkoztam, <laughs> de hogy nem töltöttem le a képet, igen, igen, nem, nem. nem végeztem az alapos kutató ingyenesem. munkát. Igen. <laughs> Miért csináltátok ezt az oldalt, és ez miért, miért volt nektek fontos? Azért is kérdezem, mert ugye az olifenset összekötik a, a, szexmunkával tulajdonképpen hmm. az emberek a fejükben, és ezzel, a, ezzel összekötetéssel érdekes, hogy te egy ilyen projektbe belevágtál. Az elsődleges oka az az volt, hogy havonta történik meg velünk az, hogy az Instán leszedik egy posztunkat, és azt írják, hogy mesztelenség és pornográfia népszerűsítése. Pedig ahogy te is mondtad, ilyen nem történik a, a mi Instánkon, Um, az enyém is történt ilyen, és nem volt semmiféle olyan dolog mutogatva, ami pornográf lett volna. Azt van, láttam, szóval. hogy volt, volt egy hátulról fotozott kép az Instán, pont igen, láttam, igen, igen. Igen. azt láttam, ami pucérfenekes. Azt volt, hogy nem tiltották le, mert ezeket már szokták szedni. Azt pont nem, de ugyanakkor meg hányszor látunk olyat, hogy mondjuk edzős videó, de igazából sokkal közelebb áll a pornóhoz, mint az, hogy én meg a Nimi kézen fog állunk, mesztelenül és háttal vagyunk. Tehát ez egy erős képmutatás szerintem. Ráadásul, ha mélyebben belemegyünk, az is óriási kérdés, hogy mondjuk miért van az, hogy te meg én lehetnénk félmeztelenül az instán, de mondjuk ha ezt egy nő teszi meg, akkor ki kell takarni a melbimbóját. Tehát tényleg egy totálisan érthetetlen társadalmi rendszer. És, és miután több ilyen megtörtént, egyszerűen azt gondoltuk, hogy akkor legyen egy olyan platform, ahol ahol ettől nem kell tartanunk. Mert mindig, amikor leszettek egy posztunkat az Instagramon, akkor kiraktuk ezt, hogy ez történt, és nagyon sok olyan reakciót kaptunk, hogy már pedig én nagyon szeretem azt, hogy tabú döngető módon kommunikáltok szexpozitivitásról, testpozitivitásról, és... Szexpozitivitás? Aha, igen. Tehát, mit, hogy... mit akar? Hogy pozitívan megközelíteni a szexuális vágyainkat, a szexualitásról való kommunikációt, tényleg legyen szó bármiről, legyen szó fétisekről, legyen szó arról, hogy valaki mondjuk történetesen úgy éri meg a szexualitását, hogy ő gyakorta váltogatja a partnereit. Ennyire szabadon élve, monogámiában hogyan gondolkodtok? Mert én például úgy vagyok vele, hogy szerintem a mai világban monogámia az tulajdonképpen egy elavult intézmény. Legalábbis mm. az én véleményem szerint, mert annyi inger éri az embert, akár, akár ilyen szexuális inger, um, egyszerűen. Szerintem ez igaz, amit mondasz alapvetően, viszont az is igaz, hogy nagyon komolyan belénk vannak táplálva olyan társadalmi szabályok, ami ami miatt nagyon sok ember akár bűntudatot érez, vagy, vagy akár azt érzi, hogy, hogy ő em, veszélybe sodorja a párkapcsolatát, ha egyáltalán gondol ezekre a dolgokra. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos em, párbeszéd, egy nagyon fontos kommunikáció. Nekem nyilván nem tisztem em, azt mondani, hogy monogámnak lenni, vagy nyitott kapcsolatban élni, vagy poliamornak lenni jó vagy rossz. Szerintem nincsenek ilyen kategóriák. Nyilván minden ember teljesen más, minden kapcsolati reláció teljesen más. Én éltem nyitott kapcsolatban viszonylag sokáig. Annak is legalább annyi nehézsége van, mint monogámnak lenni hiszen egy óriási bizalmat igényel, egy óriási érzelmi érettséget igényel, egy óriási őszinteséget igényel saját magunkkal kapcsolatban, és mind legfőképpen azt igényli, hogy hogy az a két ember, aki, aki a legfontosabb ebben a, a kapcsolatban, legyen olyan stabil, hogy, hogy ezek az energiák ne tudják e, kizökkenteni a, a kapcsolatot abból a mederből, ami a biztonságot adja. E, és még, amit nagyon fontosnak tartok, hogy szerintem semmi szégyelni való nincs abban egyébként, hogyha valaki mondjuk nem monogám. Ez a fajta értelmezése dolgoknak, hogy például teszem azt mondjuk van egy pár, akik akár mondjuk életükben először teszem azt mondjuk tíz éves, e, múlttal kapcsolatban úgy hozza az élet, hogy összejönnek egy éjszakára egy harmadik emberrel, vagy mondjuk egy párral. És akkor mondjuk, ha ezt elmeséli valamelyik bármelyik részevő a történetek egy barátjának, nem jó az, hogyha olyan reakcióval találkozunk, hogy Kapcsolatuk már ott tart, hogy ilyesmire van szükségük, hmm. nem tudják életben tartani a tüzet, e, stb. stb. Mi a következő, hova fog ez fejlődni? Tehát, hogy az nem úgy van, hogyha valakivel egyszer ilyen történik, akkor onnantól kezdve már holnaptól feliratkozik egy swinger klubba, és külön szobára lesz szüksége a szexjátékainak. Ebben is vannak árnyalatok. Abszolút. Szóval Only fans. Tehát, hogy letiltott az Instagram a különböző képeiteket, és egy olyan felületet hozhatok létre, Én ahol ezek, ezek, nem történnek meg. Tudom, fizessek el, és töltsem le, hogy akarom tudni, mi van rajta, de hogy ott mutattok intim testészeket is? Igen, abszolút. Tehát mi azokon a képeken, amik, amiket nem teszünk ki a farra publikusan, azokon mesztelenek vagyunk. És Számomra tényleg a mestelenségnek és a szexualitásnak a kommunikációja és, és elfogadása egy, egy kimondottan fontos dolog. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy megtanultam um, egészségesnek és normálisnak, és egyébként akár vonzónak is tartani saját magam. Nem volt ez mindig így. Um, Sőt, nem? Így van, persze. Sőt, sőt az élet nagy részében nem volt ez így, nem? Így van, így van. És és azt kívánom, hogy a lehető legtöbb ember, akinek erre igénye van, merje vállalni a, a szexualitását, a testét. És és ilyenkor persze felmerül ez a kérdés is, ami, ami teljesen jogos kérdés, hogy oké, de az, hogy mondjuk áruljuk, a szexualitást úgy mond, hogy akkor tulajdonképpen ez, ez már egy kicsit necces morálisan, és erre pedig azt szoktam válaszolni, amikor ez felmerül, hogy de hiszen amikor megalkotunk egy csodálatos növényi alapú vacsorát, amin három órát dolgoztunk az elkészítésén, akkor is számolunk érte pénzt, és hihetetlen igazi emberi kapcsolódási pontok történnek az asztal körül azok által, az emberek által, akik fizettek ezért a vacsoráért. Hmm. Nem mondhatja azt senki, hogy azért, mert pénzt kapunk érte, azért ez már eh, elveszíti erköstelen, az értékét. És erköstelen, Igen. és nem tudom, szexmunkás. Energiát teszünk bele, időt teszünk bele, illetve... Öm... De fotós sincsen ingyen, gondolom. Nem, így van. És, és, és ami pedig, hogy még visszacsatoljak a kérdésre, hogy mivel nem, nem fizettél a képeinkért, azért nem tudod, mi van rajtuk, azt is elmondom, hogy például még. És nem mondom azt, hogy soha nem lesz ilyen, ki tudja, de soha nem csináltunk mondjuk olyan videót vagy olyan képet, ahol mi egészen konkrétan rosszalkodnátok, akadnátok, igen. igen. Érted? De egyébként azzal sincs semmi gond, és azt gondolom, erről beszéltünk a mivel hogy lehet, hogy majd 70 évesen azt fogjuk mondani, hogy miért ne tegyünk mindig. föl. De vagyok, olyan, nyilván, mint nagyon sok pár, egy csomó olyan videónk van, amiket csak úgy magunknak rögzítettünk, és tök érdekes lenne, hogyha mondjuk ezeket sokkal később, föltennénk az OnlyFans-re. Ezt hiszem, a 70 éves korotokban ja. készült videókat rakjátok, Remélem, hogy mi még hogy mindig még nézzétek. nézzétek. Van. Remélem, hogy még akkor is itt biztos vagyok benne. Vannak ott a, a mi környékünkön olyan 75-72 éves emberek, 80-65 éves emberek, akik sokszorosan fölülmúlják. Észek halljátok a hangokat, hogy keringenek a levegőben. Hát az az egyik, de mellett táncolnak az asztalon, és beleugranak a tengerbe velünk éjjel kettőkor, és ez is egy tök fontos dolog a szexpozitivitás és testpozitivitás része, hogy a, a szexualitás nem múlik el azzal, hogy 40, 50, 60, 70, 80 évesek vagyunk, és kívánom magunknak, meg mindenkinek, hogy legyenek tele élettel és szenvedéllyel, és, és, hogy merjék ezt megosztani másokkal is. Milyen jó végszó. ez ezt gyakoroltad? <hállt> nem gondolok, hogy a, ez ezzel a, ezzel a voltam? <hállt> ne, Jó voltam. nem látszom. Kristóf, <hállt> köszönöm, hogy itt voltál, és megosztottad mindezt velünk abszolút motiváló volt, meg nagyon lelkesítő, és majd meg akarok titeket látogatni valamikor. Köszönöm, az nagyon jó lenne. De hogy nem szeretni, akarom, tudod. Tehát, hogy ez a, ez a lényeg a dolognak. Legyen így, várunk. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy akár a TikTokon is.